A 2019-es Shazam egy üde színfolt lett a DC már-már kényszeredetten is sötét, komor filmes univerzumában. Erre tökéletes alapanyagnak bizonyult az a szuperhős, aki anno 1940-ben pontosan azért született meg a Fawcett Comics kiadásában, mert a kifejezetten fiatal olvasókat akarta megcélozni vele a kiadó. Nem véletlen, hogy a címszereplő is egy kiskamasz, aki Supermanéhez hasonló erőkkel rendelkező hőssé tud változni egyetlen szempillantás alatt. David F. Sandberg filmje remekül elkapta ezt a vonalat, nem csúszott félre a szereposztás sem. Főleg Zachary Levitt lehet dicsérni, aki nagyon jól hozta a felnőtt izomkolosszus testébe került gyermeki főhőst. Bár nem robbantott kasszát az első Shazam, világosan látszott, hogy a DC rajongók nem csak a sötétségre és a komorságra vágynak, kell nekik ez a könnyebben fogyasztható, humoros irány is, ami azért még nem csap át egy Suicide Squad féle bizarság irányába, de mégis elsősorban a néző megnevettetése a célja. Nos, az a helyzet, hogy a folytatás, a Shazam, az Istenek haragja sajnos nem csak követte az elődöt, de rá is akart licitálni több szempontból. A végeredmény pedig úgy túl lett tolva, hogy a film az utolsó harmadára, konkrétan darabjaira hullik szét. Billy Batson élete cseppet sem könnyű. Megpróbálja összefogni immár szupererőkkel bíró családját, és közben görcsösen retteg attól, hogy el fogja veszíteni az első biztos köteléket, amit egész életében megtapasztalhatott. Billy hamarosan 18 éves lesz, és attól tart, hogy ezt követően nem maradhat már a nevelőszüleinél, egyedül kell boldogulnia. Pontosan ezért szeretné, ha a szuperhős testvéreiből egy valódi csapat kovácsolódna, de szerencsére az alkotók sem gondolják azt, hogy emberfeletti erőkkel bíró kisgyerekekből azonnal a nap megmentői lesznek. Persze a Shazam család tagjai sok jót cselekednek, nem kevés ember köszönheti nekik az életét Philadelphiában, de emellett gyakoriak a bakik is. Az emberek megmentése mellett az épületek és az infrastruktúra védelme például nem igazán megy a csapatnak. Hamarosan azonban sokkal nagyobb fenyegetéssel kell szembenézniük, színre lépnek Atlas lányai, a hatalmas erőknek parancsoló istennők, akik vissza akarják állítani a régi rendet és az istenek immár lepusztult saját világát. Nyilván ehhez Billyéknek is lesz egy-két keresetlen szava, plusz visszatér az első részben megismert mágus is, szóval minden adott ahhoz, hogy kezdődhessen egy klasszikus szuperhős kaland. És amennyiben az oly sokszor emlegetett, átlagos Marvel jelzővel ellátott képregény filmeket tekintjük klasszikusnak, nagyjából ezt is fogjuk megkapni a Shazam az Istenek haragjától. Billy családjával az első részben sem volt gond, az akkor jól belőtt casting pedig most is működik, mind az ifjak, mind pedig az idősebb szuperhős alteregók esetében. Az ellenfelekről viszont ez már nem annyira mondható el. Sajnos Lucy Liu és Helen Mirren is sablonos tucat gonosz lett, a hozzájuk kapcsolódó csavarok pedig gyakorlatilag a nulladik perctől előre borítékolhatók, senki sem fog meglepődni azokon a pillanatokon, amikor a film valami merészet akarna húzni. A poénok, popkult kikacsintások egy része pontosan úgy betalált, mint a 2019-es első részben, de ezúttal azért akadt olyan is, amit célt tévesztett. Ettől még az új Shazam film nem felejti el szórakoztatni a nézőt, és nagyon fontos leszögezni, hogy egyetlen pillanatig sem lesz olyan bántóan rossz, mint tavaly ősszel a Black Adam. Egészen egyszerűen azért nem, mert egy másodpercig sem szeretné komolyan venni magát, illetve nem felejti el lekötni a nézőt. Még akkor sem válik unalmassá, amikor a sztori váza előbb elkezd repedezni, majd végül a fináléra apró darabokra hullik szét. A film utolsó harmada ugyanis először totálisan megűrül. Spoilerek nélkül maradjunk annyiban, hogy egyes mitológiai lények például teljes újraértelmezésen esnek át, majd az őskáosz közepén gyorsan jön a semmiből egy megoldás, az első körben még pozitívnak semmiképp sem mondható lezárást pedig úgy oldják fel nagyjából két perc alatt, hogy ezzel együtt izomból felrúgják a korábban felállított alapvetéseket és szabályokat. Túlzás nélkül ez az egyik legértelmetlenebb, leglogikátlanabb, az ingujból random előrángatott befejezés, amit eddig DC moziban láthattunk. Mindebben ráadásul még a marketingesek is rendesen belerondítottak, nem véletlenül háborgott a Twitteren a rendező, David F. Sandberg. A Shazam az Istenek haragja legnagyobb kameóját, ugyanis egyszerűen csak egy sokkal drangú tévéreklámmal sikerült ellőni már a premier előtt, ami a filmet látva még fájóbb, mivel gondosan és meglepően önreflexíven építették fel ennek a bizonyos karakternek a felbukkanását. Mi itt és most nyilvánvalóan nem fogjuk megismételni ezt a főben járó bűnt, legyen elég annyi, hogyha el szeretnétek kerülni a spoilereket, akkor nagyon ügyelnetek kell erre, hiszen még maga a Warner is tesz arra, hogy egy ilyen idő előtt előtt kameóval hogyan rondít bele a mozi élménybe.
az egész film kapcsán az érződik egyébként, hogy a stúdióban már minden mindegy alapon kezelik a jelenlegi DC filmes univerzumot, és lelkileg immár mindenki az új, James Gunn nevével fémjelzett DCU-ra készül. Gunn víziójáról egyelőre nyilván nem tudhatjuk, hogy tényleg sikerül-e végre rendes rendszerbe terelni ezt a filmes világot, és új életet tud-e a DC Studios társvezetője lehelni ebbe az egészbe, vagy ez lesz a filmtörténelem egyik legnagyobb luftja, és hiba volt elengedni olyan sztárok kezét, mint mondjuk Henry Cavill. Jelenleg azt sem tudhatjuk, hogy milyen jövőt szán magának Shazamnak a Warner. Gunn külön kitért arra, hogy a képregényekben is egészen különálló karakter volt a vörös szerkós szuperhős, ami való igaz, hiszen alapvetően nem a DC kreációjáról beszélünk, később vásárolták csak meg a karaktert és a hozzátartozó jogokat. Shazam, vagy Captain Marvel pedig hosszú ideig egy teljesen különálló univerzumban élt, még a DC Comics képregényekben is. Jelenállás szerint akár az új DCU-ba is adaptálni lehetne a Shazam családot, simán elképzelhető erre ezer és egy remek megoldás. De ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor az sem lenne tragédia, ha most végleg elbúcsúznánk tőlük. Második kalandjuk nem tudott akkor átütni, mint az első, és könnyen lehet, hogy a harmadik próbálkozás már kifejezetten csúfos kudarc lenne, ha folytatódna ez a tendencia. Érdemes még megjegyezni, hogy a látvány egyébként kifejezetten rendben van, az előzetesekben is megvillantott sárkány tényleg félelmetes lett, zenék terén pedig most is a retro érvényesül, ami egy abszolút megsüvegelendő döntés, tökéletesen passzolnak ezek a dallamok a bot csinált a szuperhősökhöz. Stáblistás jelenet persze most is van, egyből kettő is, bár ezek inkább csak humoros, a kemény vonalas rajongók szívét picit megdobogtató apróságok, mint sem fontos kis extrák, tekintettel az előbb vázolt új DCU érkezésére. Aztán persze ki tudja, lehet, hogy Gunn igazából Shazammal is tervez, és az ő felügyelete alatt valahogyan sikerül majd újra érdekessé tenni ezt az egyébként valóban különleges DC-s karaktert. Ha esetleg így lesz, akkor jöhet a harmadik felvonás. Ellenkező esetben nem tragédia annak hiánya. Ha valaki egy igazán jó filmre vágyik, akkor a vetítésről távozva a Shazam 2 címében szereplő istenekhez hasonlóan ő is haragos lehet. Abban az esetben viszont, ha tudatosan úgy huppantok be a mozi székbe, hogy egy könnyed, olykor tényleg vicces, máskor kissé azért bárgyú, de semmiképp sem bántóan rossz képregényes limonádé vár benneteket, nem fogtok csalódni. Senki sem fogja 120 percen át folyamatosan csapkodni a térdét a nevetéstől, de ami az első részben működött, az nagyjából most is klappol. Ahol pedig az alkotók túltolták a biciklit, ott nyilván ez is érződik. A lezárásra nincs mentség, maximum annyi, hogy gyorsan lezavarják, így időnk sem lesz azon agyalni, hogy erre a fejesek közül ki és hogyan bólinthatott rá. Miután már ti is láttátok a filmet, mindenképpen írjátok meg lent a kommentek között, hogy mit gondoltok a Shazam, az istenek haragjáról. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!